A polgármester műsorunkban beszámolt a városi piacot érintő legfontosabb fejleményekről. Arra kérik a 65 éven aluliakat, hogy lehetőség szerint a reggel 6 és fél 8 közti idősávot használják ki, mivel a tapasztalatok szerint ilyenkor kevesebb a látogató, mint fél 8 és 10 óra között. 10-től délig változatlanul a 65 év felettiek látogathatják a piacot. Szóba kerül továbbá a Hagymatikum, a József Attila Múzeum, a Maros Kalandpart, a Lombkorona sétány és az Erdei János városi sportcsarnok újranyitása is, valamint az ezekhez kapcsolódó tartandó előírások. Farkas Éva Erzsébet elmondta, a rendkívüli helyzetből fakadóan számos dologról le kell mondania most a városnak. Azokat a támogatási rendszereket, azokat a hagyományos értelemben vett programokat, fesztiválokat, amelyeket a korábbi években teljes körűen tudtunk biztosítani, az idei évben nem tudjuk Makóváros közösségének, illetve a városunkba érkező turistáknak biztosítani, hiszen az elsődleges célunk az, hogy a munkahelyeket megtartsuk. Az önkormányzat, illetve a hozzátartozó cégek, intézmények munkaköri létszáma közel 600 fő. Ezeknek az embereknek szeretnénk, ezeknek a dolgozóknak, munkavállalóknak szeretnénk teljes körűen az év folyamán biztosítani a béreket, illetve a hozzátartozó járulékokat. Hozzátette, a kis és középvállalkozások, valamint a nagy cégek esetében drasztikusan 20%-kal nőtt a munkanélküliség. Ezt is mindenképpen kezelni kell, valamint a járvány miatt nehéz szociális körülmények közé kerültek helyzetét is meg kell oldani. A programok tekintetében az idén 30. jubileumát ünneplő Hagymafesztivál nem kerül megrendezésre csak úgy, mint a hagyományosan a Petőfi Parkban megtartott gyermeknap sem, Pünkösdre pedig egy visszafogott kiskaska piacot terveznek a Makovec térre. Farkas Éva Erzsébet hozzátette, annak ellenére, hogy polgármesteri rendeletek útján születnek meg a döntések, változatlanul fontosnak tartja, hogy folyamatosan konzultáljon a grémiummal a testület többségi véleménye a mérvadó most is. Többek között az önkormányzati cégeket gazdaságilag tömörítő konzorciummal kapcsolatban is született döntés, amely június 1-től dr. Ember Alex munkajogász vezetésével működhet. A tanulmány, amelyet készített ügyvéd úr, egyértelműen mutatta, hogy az öt cég egybeolvadásával, összeolvadásával, összevonásával költséghatékonyabbá lehet tenni a működést. Erre vonatkozóan több döntést hozott meg Makóváros önkormányzatának képviselőtestülete. Június 1-ével indíthatja meg az új cég tulajdonképpen a működését. Erre vonatkozóan a szervezeti és működési szabályzatot fogadta el a képviselőtestület, és most polgármesteri határozatban a cégnek az új divízió vezetőire vonatkozó személyi döntéseket hoztuk meg. Emellett az óvodák és a bölcsödék május 18-ával történő újranyitásával kapcsolatosan is határoztak, de a Návai iskola névváltoztatási kérelmét is elfogadták. Önerőbiztosítását ítélték meg a Tiszamaros értékei kerékpáros túraútvonal kialakítását célzó pályázathoz, valamint egy ingatlan értékesítésre kiírt pályázatot is elbíráltak.